sziasztok, csodálatos, szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok, szép testvéreim, sziasztok mindenkinek! Na gyerekek, a mai napon elmegyünk a Józsefvárosi piacra, körülnézzük, megnézzük, mennyi az édesség. Ez egy napi vlog lesz egyébként, találkozunk az egyik nézőnkkel is, aki csokoládékat vásárolt, vagy hasonló édességeket, nem tudom pontosan, úgyhogy tőle is átveszük a csomagot. Többen mondtátok, hogy nézzük meg a piacot, hát jó, adunk neki egy esélyt. Elmegyünk a 8 kerületbe, a Tigris piacra, vagy Józsefvárosira, vagy mindegy. Hát gondolom én, hogy ilyen kínaiaknál lesz szerintem. Hát mindegy, szétnézzünk, legalább az izét meg kéne venni, szerintem a Mikulás csomagot. Persze. Hát mindegy, szétnézünk. Ugye meg megyünk egyik nézőnkhez is, ő is ad csomagot, hozzájárul ugye. Hozzájárul az édességekhez, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönjük. De úgyis jöttek velünk, és akkor... Úgyhogy ez a mai nap egy napi vlog lesz igazából, úgyhogy tartsatok velünk, kössétek be magatokat. Ja, még megyünk egyet ebédelni előtte. Most jöttem haza a melóból, és akkor húztunk is elfele, úgyhogy valamit eszünk, és jövünk vissza. Na puszi! Itten is vagyunk, gyerekek. Mi történt, Tina? Hát kijöntöttem. Na, itt vagyunk a Bábelba. Tudjátok, mindig ide szoktunk jönni. Úgy szárad a szám, de mitől? Nekem van egy ilyen... Milyen zöld bab? Az. Vagy sárga bab, nem tudom. Leves. És... székely káposzta. Tina is ugyanazt teszik. Evet, levest. Nem, jó, leves. De, csak nem kérem. Ja. Na, úgyhogy gyerekek, ez így, ahogy van, kólástól együtt 3800 forint. Szerintem nagyon megérdi, nem érdemes főzni. Nézzétek, mekkora adag. És finom. Igen. Minden. Pedig ilyen kifőzdében nagyon keveset megyek. Igen, úgyhogy ha Újpalotán jártok, látogassátok meg a Bábelé éttermét. Jó étvágyat mindenkinek. Egy kis desszertünk is. Milyen desszertet a szörténet? Aranyvaluskát. Finom? Mhm. Azért nem ettem meg. Na, nézzétek meg. Most kiszedegetem belőle a húst, és visszük haza a méziéknek. Nem tudtam, én sem tudtam megenni levest. Olyan sokat adnak. Nagyon-nagyon sokat adnak. Szerintem elég lett volna öt gyad a kettőre. Ja. Ha, most fejlődik. Mondani neki, szedd már szét a káposztát kettőt bele. Úgyhogy ebből még farkiék is jól fognak lakni. Szerelmeim. Mindig viszünk nekik valamit haza. Na jó, utána folytatjuk az utunkat. Sziasztok, már itt is vagyunk. Sziasztok! Ugye soknak ismerős lehet a helyszín. Jó hideg van. Ja, még azt ugye nem vesz fel a kabátot. Így se láttak még engem a nézők. Miért? Helyes sportosan. Outfit. Check your outfit. Nagyon dönös. Ezt kapta ajándékba a Shane-től. Ajándék Rucinak, ne nézd a fogat. Igen, gázszag van. De miért? Nem tudom, biztos itt a benzinkút. Mi? Biztos itt a benzinkút miatt. Lehet. Oda megyünk a 35-ös áruházba? Már egy gyere. De rég voltam itt amúgy. Én is, nagyon rég. Anyuval régen mindig jártunk ki. Emlékszel? Igen. Én nagyon nem szeretem ezt a... Ne. Egy bolond százon csinál, de én nem ölöm. Nézd meg. Na, hova süllye? Na. Hossz, ha meg kinyújtsák, mint a tepsit, akkor réna. Jaj, Zoli! Mi van? Ott az árnyékunk. Ó, szuper! Hungária körült, ami mindig be van állva. Legalább aki külföldön lakik, az láthatja, hogy itt a kínaiak szoszi van. Akár szoszi, akár bár is szól, de akkor is itt van. Vigyázz! Egyes villamos. Na mindjárt éleszek vala csinta. De rég ültem ilyen villamoson. Nem
megyünk kettőt valahova? Mi? Nem. Nincs jegyünk. És hárma? Hát nem baj, hogy nincs jegyünk, ez ingyen van. Nem akarok blitzelni, nincs ingyen. Elmondom igen. Neked. Jó, most blitzelünk, de nagy dolog. Emlékszel egyszer a blitzelésedből lett 100-valahány ezer? Emlékszel. Azt mondja nekem, miért adtam oda a személyi igazolványom? Hát ember, mikor azt mondja nekem? Kérem, azt első, még akkor a... Akkor kezdtem itt Pesten a pályafutásom. Aztán hát gyerekek, egy megállóra szállt föl. Őrstől. Azt mondja nekem az őr, hogy jegyeket, mondom, nincsen. Azt mondja, akkor kérje a személyt, csinál egy... Mondom, de nincs nálam, akkor kihívja a rendőrséget. Hívjad, miért nem mondtad? Ja, persze. Ó, felhívhattál volna engem. Ja, mert akkor se vittél el, fontosabb volt gyerekek, az edzés meg a barátaid. Egy megállóra felszállt a villamosra, megérdemelted. Ja, akkor is izé. Itt van, nem ez? Nem. Magam ebbe az öltözékbe. Köszi. Te hova mész, Tina? Itt vannak a bejáratok. Ja, igen. Öcsécském. Nem tudom, az a valami, hogy nem hív fel a Molni. Mi van? Hív fel a Molni. Ah, itt vannak ilyen édességek. Szia! Mikor ez a csokot mondjuk igen. Mennyi? Darabja, mert nekem 130 darab kellene. Ilyen, gondolom, hogy ha sokat viszek, akkor adsz belőle. Persze. A kedvezmény. Hogyne, ez jár. Ja, nem tudja az árát, Odi. Hát nem valami... Hát nem, Zoli. Hát, hol vannak a gumicukrok? Csak nézzük már meg. Itt vannak ezek a kilós. Nem tudnék ilyen kilós izét. Várjál. Amikor milyen a 380, nem tudom a boltokban mennyi. Ezres a nagy. Ők 1500-ak ezek a nagy cukrok. Ja, hát vennénk ilyet, ebből a fajtából. Na mi van, nem tudja az ára? Na itt vannak a kuricukrok, nézzük meg. Na, no, akkor ízében meg 300. Nem megkérdezem, mennyi a Mikulás zacskó. Hát gondoltam, ez ilyen fals információ, hogy itt olcsóbb. Annyival nem hiszem. De majd megyünk tovább azért még. Ez még nagyon az eleje. Mennyibe kerül? Mit mondtál? 40 forint? 40. Jó, a izébe 18. Nagyon drága, mit mondok a Móni? Nem hívott fel inkább, Tina? Mondta, hogy hol van, ott van. De hol az ott? Kis sátomba, ott volt, elő. Mennyi adja. De mondta Mikulás is, hogy vegyünk ilyet? Vagyis, hogy mondta Mikulás? Igen. Igen? Reggel küldött SMS-t. Hogy ilyet vegy, ilyet is? Hát, azt mondja... Igen, megkérdezem, Mária. Azt mondja, nem sok. Jó, de csak most árakat kérdezünk.
50-60-et veszek, és ha egy darab, akkor mennyi? 350. 351 vérgács. Mennyit a csokik? Hát változó, 250, 180 a felén, de gondolom a többet viszünk engednének. Akkor vennék ilyen jégcsokit is. Csak ebből egy pár darabot bele. Mennyibe kerül a jégcsoki? És a többet viszek? Ja. És a gumicukrok? És a sokat viszek? 500, a sokat viszel. Nem jó. Nincs jó áram úgy. Nincs jó áram. Nem tudom, gyerekek, hogy nagyon drágák az édességek. Rettentően drágák. Zali, még a semmi ilyet fogva olcsóbbak. Igen. Mint ti. Na jó, még járjunk, hát most jöttünk be. Hát jó, menjünk oda, hova mondtad, de én nem tudom, hogy az hol van. Jaj. Emlékszel rá, nyilván kijártunk, itt voltunk 3-4 óra. Ó, ide utáltam. De én nem is jöttem veletek. Mindig a Mari hozott ki titeket. Ó, de szép az az izé, mi? Aha. Itt szerintem olyan egyforma árak vannak, hogy... Itt is 500. Például a jégcsoki. 130 gumicukor. A gumicukor az milyen árban van? Ja, itt vannak. Jaj. Ezek a nagyok, ugye nem a kis csomagok. A kis csomagos? Se sokat viszek? Annyi neked sok, de nem muszáj nyomszem. Ja, hát akkor köszönöm szépen. Köszi. Sokat viszel, akkor se engedek. Egyet viszel, akkor se. Akkor add el, akinek akarod. Ennyi. De mi nem piacon vagyunk. Hát igen. Hát te nem olcsóbbak ezek. Ez hülyeség, én tudtam amúgy. Itt voltunk az előbb. Ja, igen? Aha. Ja, jó van akkor. Hát menjünk ott ki. Még vissza ki innen ebből. Ebből a dzsuvafészekből. Ez régen a ganzgyár volt, tudtad? Milyen gyár? Ganz. Hát milyen? Hát ilyen mozdonyokat gyártottak, meg minden. Van itt minden, mint a búcsóban. Persze. Itt aztán minden van, mint a búcsóban. Minden megtalálható. Ott mondtam volna. Ugye, milyen jó a kabát? Elkél a kabát. Itt ugye a szél a számat, basszus. Már érzem. Itt mondja? Mennyi a Mikulás? Azt akarom még. 1000 forint. 650. A kicsi 650. Itt van nyalóka. De ebben mennyi lehet? 1600. De ebben mennyi van vajon? Hát itt előtti nem.
48 darab. Most mondjuk itt megvehetnénk. Mezervat, akkor mennyi jön ki darabba? Most csak nézzünk szét, és akkor majd utána egyeztetünk, hol az olcsó. Most csak árakat jöttünk nézni. Na, tehát akkor tudjuk, hogy 1000... Igen, 48 darab. Ezek a nagy gumicukrok mindenhol 1500-ök, hogy mik ezek, ilyen cukrok. Van itt ilyen, úgy olyan, mint a Snickers. 25 darab van benne, és 2350. Mondjuk ez nem rossz. De mondjuk ezek nem rosszak itt. Ennyiért. Nézd meg, olyan, mint a izé, a Snickers. A Snickers, aha. És 2350, és van benne 73 darab. Na, ezért mondtam, hogy ezeket megvehetnénk. Ezek jó. Már jó, most Tina, még egy helyen voltál. Ne hamarkodjuk lehetne el. Lehetne veled bele. Ilyet is tenni, persze. Olyan. Na, még akkor menjünk legyen. Van itt szaloncukor is. Megnézzük több helyen. Kalkulálunk, és akkor kiválasztunk egy helyet, ahol olcsó, és akkor oda, ott veszünk meg minden. Ha lennének árak írva. Van rajtuk ár, de sárga. Hát, drága. Igen. Négyszázom érka. Uh-huh. Ott van ezek viszont... a cukrok. Viszont jó áldoma. Három nyolcon? Itt mondtam, Móni, ennél. De Eco Family-ben meg 2,99. Igen? Igen. Bósz Ágnes ma küldte a linket. Köszönöm, Ági. Úgyhogy elmegyünk oda. Édesség már szerintem csak ezen a részem volt itt. Itt, ami jó, az a kis csokik, amit mutattam. A jég, ja. Nem a jég, az a 2300 és van benne 70 akkor darab. Akkor most mit csináljunk, ilyen. Jöjjünk vissza? Nem, majd. Hát menjünk szét, nézzünk szét. Jaj, de ki van száradva a szám. Hú, de rossz, ez ilyet vettünk. Akkor menjünk, nézzük meg, ezek a Familyt. Szerintem is. Na menjünk. Menjünk az Eco Family. Nem hát. Ami jók, mondom, az a nagy csomagos csokik. Mert körülbelül ilyen 100 forintra jön ki. 100 forint egy Mikulás. Jó, igaz, hogy mi a Kinder. Ez finom. Jó, de ilyen másfajta Mikulás nincsen. Hát itt nincs. Nagyon itt vagy édesség sincs. Tudom, csak megnéznétek a ruhákat. Tudom. Igen. Mellettel vagyok, elnézéseteket kérem. Most akkor csodálkozol, hogy a boltban 500 meg 600 forint egy mérka csoki? Mikor a kínaiaknál 500 meg 450? Attól még, hogy kínai árulja, attól nem lesz sokkal olcsóbb. Hát igen. Ez lassan a Family Eco olcsóbb, mint ez. De ez hol van a Family Eco? Pest térségben. Erzsébeten? Hát akkor meglátogassuk Pest Erzsébetet. Gyere. Hova sietsz? Hát, hogy átérjek.
Hát érsz. Ne félj, nem fognak elcsapni. Fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok. Zsamo. Zsasi. Jaj, Istenem. Ez van, nem jártunk sikerrel a piacon. Nem basszus. Továbbra is várjuk az ötletekeiteket. Ez nem is a miénk. Ez kicsit újabb azért. Pár évvel. Várjuk az ötleteket, ha ti tudtok olcsóbb édességeket, akkor nyugodtan írjatok a kommentet. Húzzunk bele, mert nem fogunk végezni másodikáig. Hogy így válogatunk. Tina, meg kell nézni. Most ha megveszed nem egy helyen... Nem olcsó, megvehettük volna. De honnan tudod az olcsó? Mihez viszonyítod az olcsót, ha nem nézed meg a többi helyet? Jaj, de nagy okos, te észlény vagy. Hát, köszi. Na gyerekek, akkor irány Erzsébet. Eco Family. A gyerekek, meg is érkeztünk. Te jó. Nem jön le. Ez ilyen easy, kapcsolós, de mi? Világít, nem? De volt vele ezt? Ja. Mindegy, enged, de... Szerintem itt ez lesz a mi üzletünk, Tina. Ez mi? Aha. Ó, bocsánat, ne haragudj, jó. Meg jó. Meg előtt. Akkor a kocsid van. Ez meg ebből is lehet nevenni. Az ízét nézzük meg, Tina, elsősorban a gumicukrokat. Ott vannak hátul, nézd meg. Nem tudunk oda bemenni. Majd nem tudom, a kasaraknak hihetek meg. De amúgy itt nem tudsz egyet venni. Miért? Mert ki van írva? Amúgy se egyet akarunk. Csak mondom, hogy aki jönne ide. És akkor itt, de hogy ez hülyeség, akkor nem lenne megbontva a csomag. Csinálj. 259. Nagyker áron, diszkontár. Nagyker áron, a diszkontár az 300. Na látod, milyen jó árban van? Szerintem ezt vegyük meg. Hát szerintem is. Bocsánat, tudnám, nekem segíteni. Nekem kartonos tételene, gumicukor. Mennyi van egy kartonba? A kicsit. A kicsit. Na gyerekek, megvettük a Haribókat. Az melyik? Úgyhogy szerintem 299 forintért ez a legjobb választás volt, úgyhogy vettünk belőle 1, 2, 3, 4, 5 kartonnal. Ugye egy kartonban van 30 darab, úgyhogy ezzel meg vagyunk. Ez nem probléma, vagy igen? Nem, hát megesszük. De ebből csak ennyi van. Ja, csak hogy ebből ennyi van. Igen. Ez 160 forint. 170. Uh-huh. Ez tényleg jó árak vannak. Olyan okex, két darabos. Sőt, négy, talán, mert ez kívül. Igen, mert kettő. És a izé nyalókákat? Igen, a nyalókákat is megnézzük. Minden megnézünk. Igen, belga. A nyalókákat is vannak itt van. Ja, igen, aha. Látom, köszönöm. Várjatok, gyerekek, gyerekek, gyerekek. Jaj, de jó lesz nektek. Istenem. Mi nagy kiszerelés, mert nincsen? Nézd meg ezt. Ebben mennyi van? 2001-ben, mert ez rágos. Ja, rágos. Ebben 100 darab? 100 darab van, igen. Tehát ez kevés. Nagyker áron 30. Nagyker áron 30. Aha, igen. És ha így megvennénk ezt? De ez már meg van bontva. Ebből kéne, de itt van, igen. 129, ezen tudom.
Na most oké, akkor még abból kell 30 darab, 130. Akkor ezt még kiszámolj ki 30-at még. De várj, ezt bele kéne valami, vedd ki ezt az Oreo-t onnan. Kerültem abba bele, jó, ha belerakod, nem? Meg abban még van egy pár, valami üres izé kéne. Valami üres kis. Itt van, nézd, itt a szemcsitam, annát ide. Oké, okay. Akkor a hizéből megvan a 130. Jó, az jobb, mint ez a csevedék, nem? Ez jobb, mert ez ilyen rágó. Meg rágó van benne, igen. A Mikulás csomagok ott, vagyis a Mikulás csokik ott vannak. Várok, várok, nyugi. Akkor azt is meg lehetne már venni. 400 dinam. Diszkontár, nagykerár, 2,98. Na, mi nem nagykerárak vagyunk. Hát ez az, hogy többet veszel, nem? 3,90. Nézzük meg a Mikulásokat, nézd meg! Ezek, ezek mennyi? A minek ez? Nem itt vannak. Az 3,50. 3,50. Ez a legolcsóbb, pici. 2,50? 2,50. Nem olyan rossz, nem? 2,50, nézzük meg arra. Az csak 5,50. Na, még a Milka csak olcsóbb. És ez a Mikulásztokat, ez mennyibe kerül? Retro csoki. Ez meg ez? Hány darabos? Ez 25. És mennyibe kerül? 95 forint. És legalább töltött. Töltött? Igen. Tényleg? Tejcsokoládéval töltött. Aha, tényleg, súlya is van. Figaró tejcsokoládéval töltött. Szerinted? Jó. És legalább meg van töltve, nem az a csöves. Igen. 25, 50, akkor ebből 4-gyel kell, igaz? Ja. Akkor van 100, a 4. De nincs is több. Az a 4 van. Hát ez nem baj. Akkor ez 100 darab. Tényleg milyen súlya van? Ha mi töltött? Finom, finoman megvan töltve. Ott a kosarunk arra. Hol? Jaj, de lesz már neki. Na gyere. A izét, Tina, ne felejtsük el, az acskót. Jaj, igen, mit lát? Ó, nehéz itt közlekedni, annyian vannak. Nem tudom, hogy az... Ez a csak lehet találni.
Köszönjük szépen! 18 forint, tessék! Jó, de ebből nekünk... Hát ezt kérni kell! Ez tökéletes, ez a normál! Jó, persze! Akkor abból kérni kell, izé! Ennyi? Mennyi van egy csomagba vajon? Nem tudom! Odinak szólni kell! Van itt tízé is, nézd meg, Gérgát! Ez tök jó ez a bolt, gyerekek! Tudtam én, hogy ide kell jönni. Na, Pajki, nekünk is elsegülünk kérdéséget. Kéne valami szaloncukor is bele. Tina, nézzétek meg a hell mennyi. 199 a hell. Megéri ide jönni. Azok meg már üdítők, szóval ezekből kell gazdálkodni. Itt vannak. De még itt is van. Ja, ez ilyen élelmiszer? Aha. Az az édességes csak. Igen. Hubspray 590, hát ebből veszek. Ez is a boltokban 800 forintok, meg ilyenek. Úgyhogy, ja. Jó gyerekek, jó ez a bolt. Azt itt van minden tényleg. Hogy nem voltunk még mi soha. Üdítők. Dobozos Pepsi, 199. Tökéletes áll. Fél literesek, 299. 4,70-ek a kólák. Mindegyik kóla fajta 4,70. Micsoda? Ropi. Ropi? Jó az. Ott van, már betettem. De ebben hány darab van, Tina? 50. Egy dob, egy izé? Egy kartonnal, de nem ez a nagy. Ez a normál. Ja, ez jó. A kis Ropi Moki. Utána kérdeztél az acskó iránt? Igen. Ó, gyerekek, nem egyszerű itt a dolog. De már jó úton haladunk. Igen, a szelet. Köszönöm. De van itt ez a... Hú, nézzétek már meg, hogy bevásároltunk. Ugye ez már mind a miénk. Tudtam én, hogy ide kell jönni. Tessék! Ez nagyon finom. Nem is venne magának belőle. Aztán már nem fog több minden már beletérni. Tudom, most már befejezhet, már sok minden lesz benne. Hát nem is, de lesz, vagy az? Hát de csoki nincs is benne. Hát ilyen, nem? Mit elég bele egy csoki? Mi egy fajta? Hát, de ebben mennyi persze. Van 54? 100, akkor 3 kell ebből is.
A 150. Na jó. 130. A 108. Azért mondom. 108. Meg 50, ez sok. Majd mindjárt veszek ki még belőle. Ja, ki kell venni, nem tudom. Melyik a kosarunk? Ez. Durva. Így, várjuk. Mennyi ez? 2, 4, 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 28. 25, 26 és 27, ugye? Mert abból maradt még 3. Igen. Na jó, szerintem már jók vagyunk. Itt vannak. Ez meg? A kis dobozban van. És akkor van benne több darab gyümölcsöset. Vagy veszünk ilyet, és akkor dobálunk bele. Ez meg? Itt van ez a... Azt hiszem a turbórágó, de régi. Mennyi van egy ilyenben? Szerintem azt vegyünk a turbórágot, az tök jó. Mennyi van benne? Add meg le. Oké, a turbó. 100 darab. 100 darab? Igen. Akkor azt figyeld. Na, finish. ennyi édesség, Tina. Jó ez a fejembe? Igen. Na? Jó, igen. Gondolom, milyen ilyen nézek ki. Szerintem jó kis csomagot lesz nektek. Hát ez biztos jó lesz. Jó kis csomagot állítunk meg. És nem én, a Mikulás. Ez a Mikulásnak a... Igen, boltja. A boltja, igen, gyerekek. És ide hozza ajándékokat. És akkor rá van írva, hogy kinek mit szedtetek össze. De képzeljétek el, hogy virgácsot senki nem kap. Ilyen jó voltatok egész évben? Igen. Én mondtam neked. Büszke vagyok rátok, jövőre is maradjatok ilyenek. Oké, na, megyünk fizetni gyerek. Na, srácok, végeztünk. Hát van. Mondta ezen a ez jó csomag lesz. Hát ebben igen, van minden. Hol állunk, jöjjük. Aztán még kapunk is ehhez, képzeljétek el. Jaj. Vigyázz! Ehhez még kapunk is. Na most ezért, ugye ezért fizettünk összesen itt van, hát 129.550 forint. Oké. Mi van, gyerekek? Mindenhol a vitaminjaid, mindenhol. De hátra, és akkor a... Az a káposztás húst nagyon... Azokat pont nem hátra kéne? Hát nem mindegy. Hát csak ugye ezeket a jó súlya van, mi? Na, hogyne. Ebbet is vásároltam, mint 130 mindenből. Hogy azért a mamának is jusson egy-két csokoládé, meg ilyenek. Turbórágó, de régi. Turbórágó. Jó volt. Jó van, az van a gyerekeknek benne matric, azt ne hagyd már el ezt. Hát jó. El kell tenni a blokkot. Pille, 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 pille. Ebbe a világ. Szereted a pillek cukrot? Igen. Te? Te nem.
Na gyerekek, lássátok a Mikulás? Na itt van a édességes üzlete, de ide nem mindenki jöhet, csak akit megbíz. Fel van írva a lista, hogy kinek mit adhatok, virgácsot nem adok, nem is értem ezt a Mikulást amúgy, hogy nincs virgács. Ropi. Na, Isten segedelmével, ez is megvan. Hála, jó Istennek, köszönjük. De még nincs vége, mert nagyon sok mindent kapunk igen, még. Igen, hát ez még a... Még ennél több lesz. És azért remélem, hogy egy szép kis Mikulás csomagot összetudod. És a Isten? Oké. Okay. Köszönöm. Figyelj előtte! A gyerekek, úgyhogy bepakoltunk, és akkor most indulunk Újpalotára, mert onnan is kapunk valami csomagot. Úgyhogy let's go, Újpalota, onnan jövünk. Na sziasztok, megérkeztünk a címre. Igen, úgyhogy mutatom, hogy mit kaptok. Ezt kaptátok. Ezt a banános csokit, vagyis ebből kettőt. Ezt a Zabrudit, és ezt, hogy ebben mi van? Mikulás. Oh. És akkor még kaptunk pluszba, ezt a Mikulás nekünk hozta, Mikulás csomagot. Igen, úgyhogy mi is ezért kaptunk. Szorgalmasak voltunk, ezért kaptunk a Mikulás bácsitól kettő csomagot. Úgyhogy innen is, tőle nagyon-nagyon szépen köszönjük. Innen is, hogy gondoltál a gyermekekre, az Úr áldjon mindenkit. Majd... akik pedig adományoztak, azt szeretném elmondani az élő live-ba, hogy kik adományoztak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Láthatjátok, a csomagtartó megtelt, de ez még semmi, mert még fogunk majd adományt kapni, úgyhogy hatalmas öröm van most bennem, úgyhogy szép napot kívánok mindenkinek, gyerekek! Vigyázzatok magatokra, és köszönjük szépen, magatokra. Hogy velünk tartottatok itt is. Igen, remélem jól éreztétek magatokat, és jövünk a további videókkal. Így szép van. Napot, sziasztok! Puszi, sziasztok!